Jó napot kívánok! Ez itt a Kína Mi Van, Salát Gergelyjel, ahol Kínával kapcsolatos, szerintem érdekes kérdéseket próbálok megválaszolni. A mai kérdés az, hogy mire szolgált a kínai nagycsatorna? Ugye, ha egy nagy ősi kínai építményt kell megneveznünk, akkor 99%-unk a nagy falat mondaná, pedig volt Kínában egy ennél jóval fontosabb építmény is, csak ez nem kifele állt a földből, hanem kiásták, mert hogy ez egy csatorna volt, amit úgy neveznek, hogy nagy csatorna, hő kínaiul. A Kínai víziutak, a természetes víziutak, tehát a folyók, azok alapvetően nyugatról-keletre folynak, ugye a Tibetet övező hegyekből folynak keleti tenger felé, vagyis kelet-nyugat irányba, meg nyugat-kelet irányba lehet hajózni. Az észak-dél irányú víziutak azonban hiányoztak hagyományosan. Ez ugye addig nem volt probléma amíg a kínai világ az lényegében Észak-Kínából állt, tehát a Sárga folyó és annak mellékfolyóinak völgyéből itt nem nagyon kellett észak-dél irányban messze utazni, vagy messze árut szállítani. Viszont a Krisztus utáni harmadik századtól következett néhány évszázad, amikor Észak-Kínát különböző nomád, barbár népek foglalták el, és a kínaiak millió szám menekültek Dél-Kínába, a mai Yangtze völgyébe és attól délebre. Na most Mire az ország az 500-as évek végén újra egyesült, addigra a Kínának a gazdasági és népességi központja az Dél-Kínába került. Ez azért jó messze van Észak-Kínától. A fővárost viszont északon hagyták, és a nagy hadseregek is északon állomásoztak, hiszen a hagyományosan problémás határ Kínában az északi határ volt, mindig onnan jöttek az egzisztenciális fenyegetést jelentő numádok. Tehát a hadseregeknek ott kellett állomásozniuk, illetve a fővárost is ott kellett tartani, hogy a hadsereget szemmel tudják tartani, mert hogyha túl messze volt a hadseregtől a főváros, akkor bizony előfordult, hogy a hadsereget vezető tábornokok kitalálták, hogy ők nem a nomádok ellen fognak harcolni, hanem a saját dinasztiájukat próbálják majd megbuktatni. Ezért muszáj volt a főváros közel tartani a hadseregeknek, a hadseregekhez, hogy szemmel tudják tartani a császárok a saját tábornokaikat. Tehát a, a ekkor már milliós főváros, illetve a sok százezres egy idő után már milliós északi hadseregek messze voltak a fő gabonatermű vidékektől, amik Dél-Kínában voltak, valahogy a gabonát, ami a főváros meg a hadseregek ellátásához szükséges, el kellett szállítani Északra. Ez egy több mint ezer kilométeres utazás lenne. A szárazföldi szállítás az nem igen jöhetett szóba, hiszen Bármilyen igavonó állat az lényegében több ennivalót megeszik ez alatt az 1500 km-es út alatt, mint amennyit oda tud szállítani. A tengerre ekkor még nem igen merészkedtek ki a kínaiak, úgyhogy adta magát az ötlet, hogy építsenek egy hatalmas csatornát, ami összeköti. Észak és Dél-Kínát. Ez aztán a Sui dinasztia alatt meg is történt, ami 581-től 618-ig uralkodott, tehát az 500-as 600-as évek fordulóján. Ekkor a Sui császárok elhatározták, hogy pénzt erőforrást, munkaerőt nem kímélve, sok százezer parasz mozgósításával kiásatják ezt a bizonyos csatornát, Azt a, aztán a 600-as évek elején át is adták a csatornát. Ez pontosabban nem egy csatorna volt, hanem inkább egy csatorna rendszer, ami a dél-kínai nagy ristermő vidékeket összekötötte az kínai fővárossal, meg a határ közelével. Amit aztán, mármint ezt a, a csatornát vagy csatornahálózatot a következő e, bő évezredben folyamatosan bővítgettek, módosítgattak, e, kiterjesztettek, átalakítottak, karbantartottak. Tehát ez egy folyamatosan változó valami volt, nem egy ilyen fix csatornát kell elképzelni, mint mondjuk a nem tudom, Suezi csatorna, vagy a Panama csatorna, hanem inkább egy ilyen hatalmas és folyamatosan változó rendszer, de a lényeg az végig ugyanaz maradt, a Gabonát délről eljutatni északra. És ha már ott volt ez a csatorna, akkor természetesen másra is használták. Ezen hajóztak a kereskedők, ezen hajóztak a hivatalnokok, hogyha északról vagy délre, vagy délről északra mentek, és ezen hajóztak a hadseregek is. Így aztán tulajdonképpen egy országot, egy ilyen nagy gazdasági régiót, Észak- és Dél-Kínából ez a nagy csatorna formált. A csatornának óriási szerepe volt abban, hogy Kína felépülése után néhány évtizedtől eltekintve nem esett szét a továbbiakban darabokra, ugye a dinasztiaváltásoknál mindig volt egy kaotikus időszak, akár négy-öt e, évtizedig is Kína nem volt egységes, de ez a kínai történelme nem számít hosszúnak. A nagy csatorna felépítése után már több száz évig uralkodó dinasztiák voltak közöttük viszonylag kis széttagolt periódusokkal, ez pedig jó részt a nagycsatornának köszönhető, hiszen összeforrasztotta észak- és dél-kínát. Tehát óriási szerepe van a nagycsatornának abban, hogy Kína ma is létezik és mai egységes. Egészen a 19. század végéig volt használatban a csatorna, Ekkor a vasútépítések, főleg Észak-Kínában eljelentéktelenítették, hiszen vasúton még több árut lehet még gyorsabban szállítani. Úgyhogy innentől fogva az északi részei a csatornának azok eliszaposodtak, karbantartás hiányában feltöltöttek, de a dél-kínai szakaszokat most is lehet használni, tehát szúcsóba vehetünk egy hajójegyet, amire azon írva, hogy jegy a nagy csatornára, és áthajózhatunk rajta a szomszédos hangcsóba, vagy onnan vissza. Szóval olyan csatorna szakaszok, amikre a azt mondják, hogy na ez a nagy csatorna, ilyenek most is léteznek. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!